Orbán Viktor labdarúgás iránti rajongása már hosszú évek óta köztudott. Azonban van egy elődje, aki még talán nála is jobban szeretett focizni. Friedrich István egy meglehetősen zűrzavaros időszakban, 1919-ben mindössze három hónapig volt Magyarország miniszterelnöke politikai pályafutása előtt a műegyetem AFC jobb szélsőjeként rúgta a bört. 1904. október 9-én tagja volt az Ausztria ellen 5-4-es vereséget szenvedő magyar labdarúgó válogatottnak. Ő lett az első válogatott focista a világon, aki később beülhetett a miniszterelnöki básonyszékbe. Rajta kívül ezt egyetlen embernek sikerült elérni. Kai Leo Johannézen a 90-es években négy alkalommal is pályára lépett a ferőeri labdarúgó válogatott majd hazája 16. miniszterelnöke lett 2008 és 2015 között.